Idén is a Szabadság tér lesz a Szent István napi ünnep helyszíne. Már ma elkezdődött a színpad építése, a kiszolgáló egységek kialakítása, hogy vasárnap délelőtt minden készen álljon az államalapítás méltó megünneplésére. A programok 11 órakor kezdődnek. Családok jönnek ki általában, úgyhogy olyan programokat választottunk, ami a minden korosztálynak megfelelő. Ugye délelőtt a gyerekeket hívjuk ki gyerekkoncertre, a Kiskalász zenekar koncertjére, délután pedig ugye az idősebb korosztálynak szól, Nóta Csokor a Suikáról érkezik. Délután 15 órakor Péter Somek lép fel, 16 órától Bábszínházzal várják a gyerekeket. Az ünnepi műsor pedig délután 5 órakor kezdődik a színpadon, a polgármester köszöntőjével. Augusztus 20-a nem csak az ország születésnapja, az új kenyér ünnepe is. Természetesen ez is része lesz a ceglédi rendezvénynek. Egy közös ökumenikus kenyérszentelés, kenyéráldás az itt a színpadon is van. Én ehhez annak idején úgy ragaszkodtam a mesterségek ünnepéből kifolyólag, ugye már lassan 20 éve feljárunk a ceglédi alkotókkal, és ez egy nagyon szép közösségi esemény minden évben, és én szerettem volna Cegléden is itt megmutatni, vallástól, felekezettől függetlenül, hogy itt a programban legyen egy kenyér szentelés, és ezt az ünnepi műsor részeként, ugye a három egyház részvételével fogjuk celebrálni, illetve a Cegléd Tánc Együttes fog segíteni a megszentelt kenyér kiosztásában. Az ünnepi műsorban Szebeni Szilvia és a Cigle Népdalkör is közreműködik. Este 7 órakor koncertet ad Fenyő Miklós, a tűzijáték pedig 9 órakor kezdődik. A rakétákat a Városháza belső udvaráról lövik fel. A belváros nagy részét lezárják, hogy a lenyűgöző látványosságot mindenki jól láthassa. A legjobb rálátás a tűzijátékra a Kossuth tér hosszanti oldaláról lesz, de ugyanolyan szépen lehet majd látni a Kossuth-Ferenc utcáról egészen a Múzeum utcáig tartó részen, de azok sem maradnak le a gyönyörű látványról, akik az evangélikus vagy a református templom előtt állnak.